tehetséges, vidám csapat, szívvel, lélekkel dolgozó rendező, lelkes közönség, poénok, zene és tánc. Ennyi kell egy jó előadáshoz. És ezekből nem volt hiány szombaton sem, a Paprikás csirke, avagy Tex és New York című darab kalocsai bemutatóján. 2,5 évvel ezelőtt mutattuk be először a Paprikás csirkét, itt most talán a 35. vagy a 36. előadást fogjuk megérni, és azt vettem észre, hogy bárhol jártunk az országban, mindig a közönség azt a műfajt szerette a legjobban, és szereti, ahol nem csak humor van és szellemesség, hanem zene is, tánc is, és azt hiszem, hogy ez az előadásunk, a Paprikás csirke ezt igazolhatja is. Mikor az ember szeret, még az Isten, hármint te, lehetem adni ezt az érzét úgy sebet, hogy a nagyon szeret, hármint. Darab szerint Amerikából, New Yorkból érkezik Mr. Kennedy, hogy egy magyar vállalkozónak egy kis tőkét, egy kis pénzt, stexet bocsásson a rendelkezésére, pont azért, hogy a vállalkozása létrejöhessen. A New Yorkból érkező dúsgazdag vacsora vendéget a darabban, aki reményeik szerint a forgás családot kisegíti majd, Heller Tamás alakítja. Gergely Robi engem erre felkért. Ő azt mondta, hogy hát azért ez egy bár idősödő, de mégis egy sármőr. Na most ezt mondani egy színészek, akkor elkezd gondolkodni, hogy a eddigi fiókjában kihúzott szerepeket, hogy melyik illik ide. Lesz egy kis csavar is a történetben, hiszen a szerepek felcserélődnek, házigazda és felesége a személyzet feladatait kényszerül ellátni, míg inasból és szobalányból hirtelen tehetős üzletember és gazdag úrinő válik. Julis vagyok, a szobalány, de ez nem ilyen egyszerű, mert Julis a darab közben Julietté változik át, tehát egyszerre két karakter megformálására is lehetőségem van, ami egy színésznek nagyon-nagyon hálás és jó feladat. Ez csak ide válik. Maga franciául is. Hát ha kell, akár angolul is. Gusta! És csak nincs valami ötlete. Igen. Félek, hogy van. Hogy hogyan bonyolódnak a szálak, és hogyan sikerül a végére kibogozni, az a Múzsa című műsorunkban kiderül.